Hosszú idő után visszatér Miskolc kultikus járata, a 101B. Január 2-ától a régi új busz ismét rója a város utcáit. A 101B-t nem csak az idősebb korosztály, hanem a mai fiatalok is ismerték. 2006 végén szüntették meg, 14 év után pedig ismét az utazóközönséget szolgálja. A diósgyőri végállomásra érkezik a 101B-s. A városrészben élők, főleg azok, akik a régi 101B-sre is emlékeznek, örülnek az egykori járat visszaállításának. Mint mondják, könnyebb így elérni mindent, ami számukra fontos. Igaz, a menetrendre folyamatosan figyelni kell. Ritkán jár, de hogyha az ember a menetrendet pontosan megnézi, a lakásból kijön, és akkor megtalálja a járatot, és akkor kényelmes. Nem csak az idősebbek, a fiatalok is kedvelik az új 101B-st. Bár Miskolc kultikus járatát ez utóbbi korosztály már nem használhatta, ám hírből ismerik a város kelet-nyugati tengelyén közlekedő buszt. Most járok először, inkább nagyon most arra fogom használni, hogy most lemegyek a nagyimhoz, mert így a városba is lemegy, és szerintem ez így jó, hogy Diósgyőr is a várost összeköti. A menetre kész 101B-s autóbusz indulásra vár a Szondi György utcai végállomáson. Szólóban közlekedik a jármű, így is ki tudja elégíteni az utasok igényeit, akik maguk szorgalmazták a járat visszaállítását. Azt látjuk, hogy ez a fajta utazási igény ez mindig is jelen volt. Ezzel az autóbuszvonallal a diósgyőri végállomást össze tudjuk kötni közvetlen eljutással az újgyőri főtér környékére is, a vasgyári kórházhoz, a Kumlós tetői átszállási kapcsolatokhoz közel van. Tehát indokolt, úgy gondoljuk, hogy az utazási igényeknek megfelelő útvonalon, illetve gyakorisággal közlekedik a járat. Csak úgy, mint más vonalakon, a járat sűrűség a 101B-s vonatkozásában is a reggeli és a délutáni órákban a leggyakoribb. Az ezektől kisebb utasforgalmú időszakokban félórás követési időszakokkal közlekedik majd a jármű.